Üdvözlöm a kedves nézőket, Fejős Ádám vagyok. Az ünnepek során várhatóan extrém időjárási helyzet nem alakul ki itt a térségben, de azért mozgalmas napok jönnek, hiszen a mai hidegfrontot követően, itt láthatják is a kedves nézők ezt a felhősávot, ahogy ez majd elvonul, mögötte átmenetileg szakadozik a felhőzet, de rögtön utána megérkezik majd egy melegfront felhő és csapadék sávja. Ennek érkezésére már az éjszakai óráktól kezdve lehet készülni, de számottevő csapadék még a melegfronttal összefüggésben nem valószínű, előbb tehát a felhőzet növekszik majd meg. A távozó hidegfront miatt még azért marad változóan felhős az időjárás. Jellemzően a magasabban fekvő tájakon északon, északkeleten és keleten lehet további kisebb hószállingózás, esetleg Magyarország területén belül hózáporok kialakulása várható. Általában 0 és mínusz 6 fok között lesz a hőmérséklet. Marad élénk majd a légmozgás. Holnap napközben aztán egy-egy erős széllökés is előfordulhat majd, jellemzően az Észak-Dunántúlon, és tovább folytatódik majd a felhőzet megvastagodása észak-nyugat felől, egyre több felé alakul ki hószállingózás, illetve havas eső. A Kárpát-medence keleti harmadában ugyanakkor még szakadozottabb, vékonyabb lesz a felhőtakaró, arra felé előbújhat a nap. Általában 0 és 6 fok között lesz a hőmérséklet csúcsértéke, de az erdélyi tájakon a változó felhőzet mellett helyenként egész nap fagypont alatti hőmérsékleti értékekre lehet számítani. A következő pár napban nagyon sokat nem változik a hőmérséklet, kicsit majd melegszik az idő, csütörtökön, pénteken már alulról súrolják a hőmérsékleti csúcsértékek a 10 fokot, de várhatóan el nem érik azt. Valamivel szárazabb lesz a levegő szerdán és csütörtökön, aztán pénteken, szombaton nedvesebb léghullámok hatására gyenge eső, záporok kialakulhatnak, nagyon komoly hajnali fagyokra nem kell számítani. Országos átlagban 0 fok körül alakul majd a minimum hőmérséklet. Felhőtlen időtöltést kívánok, és természetesen ennek megfelelően felhőtlen karácsonyi ünnepeket. Viszontlátásra!